destiny. Back in the days, we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day, we wanted everything, Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Jönnek ki erre az időmérő edzésre, tehát ez fogja majd eldönteni a holnapi sorrendezés. Baumgartner Zsolt most kezdte meg a mérkőzést. Na nézzük Baumgartner Zsoltot, tehát először Forma 1-es verseny, bent magyar pilóta, hihetetlen a látvány, nem akarom így a szememnek elnézést, hogy ezt mondtam, kedves nézők, de annyira hirtelen jött az eset, hogy tényleg nem akar hinni az ember a szemének, de itt van Zsolt, jön, tehát ez a pálya második kanyarja, aztán jön majd egy jobb kanyar, egy kis törés, és haladunk az úgynevezett Menzel kanyar felé, itt repült le Ralf Körben autójáról szár. Túl vagyunk ezen a szakaszon Zsolt, tehát nem történt semmi, és az első miért pont? Zsolté lesz tehát az alapító, itt egy visszafordító kanyar, majd jön a pálya tetején a lassító. Zsolt ezt egyébként már a Forma 3000-es autóval is gyakorolhatja, hiszen attól, hogy bejut a Jordanben, ugyanúgy ma délután 16 órakor ott fog állni a Forma 3000-es futam rajtjánál is. Most egy bal-jobb kanyar kombináció, itt belülről Baumgartner Zsolt. A gyors jobbos, ahol Jean Alési is hatalmasak fogott 1992-ben, ezért nevezik ezt a kanyart Alési kanyarnak itt a pálya rend. A pálya másik útszakasza, majd jön a célegyenesre ráfordulva egy bal kanyar, és majd a jobb kanyar és a célegyenes. Nézzük Baumgartner Zsolt idejét, tehát a két Minardit mindenképpen meg kellene verni, Nikolás Kiézer és Jos Verstappen. 1.22 volt tegnap júli ideje, Baumgartner Zsolt 1.26.678. Hát szerintem kicsit indul Zsolt, mert rosszabb.